Köszöntenék mindenkit, aki itt van, legelőször is elsősorban a Magyar Hospice Alapítvány vezetőit és kuratóriumi tagjait. Nagy tapsot nekik! Porkoláb Gyöngyit szeretném külön elsőként kiemelni, akitől az első Narcisz futás ötlete is származik, és aki tavaly Debrecenben megszervezte a Méltóság Mezeje program első ilyen rendezvényét. Gyöngyi! Körbenézek, megtalálom. Hoztál ajándékot is. Igen, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit a debreceni sportiskolások nevében is, hiszen itt van 50 olyan debreceni ifjú sportoló, aki a Debrecenben 3 éves sikerrel zajló Méltóság Mezeje programhoz csatlakozott már a tavalyi év során is. Debrecenben több mint 1000 kisiskolás szüleivel, illetve edzőivel, tanáraival együtt futott tavaly is, illetve az idén is. Én arra szeretnék biztatni most mindenkit, amit Debrecenben is tettünk, hogy mindenki fogja meg a mellette lévő kezét, és egy olyan játékot játszottunk a nagy templom előtt, amiről a Méltóság Mezeje program szólna egy kicsit. Mégpedig gondolkodjunk el azon, hogy van-e valaki, akit megbántottunk a közelmúltban, de nem kértünk tőle bocsánatot? Vagy van-e valaki, aki minket bántott meg, és úgy érezzük, hogy nem kért tőlünk bocsánatot? Méltósággal élni az életünket akkor tudjuk, hogyha megtanuljuk a mindennapokban is a megbocsátást gyakorolni, és ez a kis pici gyakorlat az, hogy egymás kezét fogjuk, és valami olyan kellemes dologra gondolunk, amit a megbocsátás érzése és gyakorlása hoz számunkra, ez mindenképpen előre visz bennünket. Én kívánom Budapestnek, hogy jövőre legalább ennyien, de még többen itt akár ezen a pályán tele sárga pólós gyerekekkel, szülőkkel, edzőkkel találkozunk, hiszen ennek az egész rendezvénynek a legfontosabb üzenete az, hogy itt a gyerekek a szüleikkel, edzőinkkel, tanáraikkal együtt futnak. És ma a példamutatás nagyon fontos, főleg amikor az értékeket keressük mindannyian, azok, akik a Hospice Alapítványnál dolgozunk, és nyilván azok, akik más területen. Kívánok mindenkinek nagyon jó futást, és a debreceni gyerekek egy nagy mézeskalás szívet hoztak ajándékba a budapestieknek, mi ilyen nagy szívvel jöttünk hozzátok. Jó futást kívánok! És sokan itt vagyunk az iskolánkból. Nagyon aranyosak vagytok, és hálásan köszönjük szépen, Dóri, hogy itt vagytok a mai napon. A Bajai Futanet Egyesület sem érkezett üres kézzel. Kuritár Zoltán az egyesület vezetője, és őt kérdezném most, hogy mit hoztak nekünk ma. Én Bajáról jöttem a Futim Egyesülettől, és tavaly, vagyis múlt szombaton mi is megrendeztük az első Narcisz Futófesztiválunkat. Hogy sikerült? Jól sikerült, nagyon sok részéről, az iskolák részéről, illetve a diákok részéről, és szeretnénk a nevezést, bevételét felajánlani az alapítvány részéről, a Futim csapat és a Bajaváros nevében. Nagyon szépen köszönjük! Rajtuk kívül mások is segítettek abban, hogy megrendezhessük ezt a futást. Köszönjük a UPC-nek, a Coca-Cola-nak, a Biomar Kft-nek, a munkatársai egyébként ma itt velünk futnak is, és a Magyar Cukornak is a támogatást. Köszönjük a Főkertnek, a Margit-szigeti Atlétikai Centrumnak a segítségét, és dr. Krivácsi Péternek is köszönjük, ő itt ma tényleg orvosként funkcionál, ott van tapsoréppen. Most pedig Monspat Saroltát köszöntöm, mert lassan elég ebből a sok beszédből. Itt az ideje, hogy elkezdődjék a bemelegítés. Itt vagyok veled, bátran nyújtsd a kezed. Itt vagyok veled, bátran nyújtsd a kezed. Itt vagyok veled, bátran nyújtsd a kezed. Itt vagyok veled, bátran nyújtsd a kezed.